Az ÉSZ Telekom Kft. Egy 20 éve működő internet szolgáltató cég. Az utóbbi években mi arra koncentrálunk, hogy ügyfeleinknek minél komplexebb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, az internet szolgáltatásokra alapozva. Körülbelül 3 évvel ezelőtt a Lauder iskolának egy bérelt vonali internet szolgáltatást létesítettünk, ami jelen pillanatban is üzemel, 300 megabites sávszélességet biztosítunk, és ellátja az iskola teljes internetes igényét. A Lauder Javne iskola egyrésztről áll egy elemi iskolából, egy gimnáziumból, ez így a főépület, illetve van egy óvodaépületünk. Tehát így körülbelül 850 diákunk van, és 180 dolgozó. Minden gyerek behozhatja az okos eszközét, okostelefon, okostablet, laptop. Sőt, egyre inkább a fele megyünk, hogy az oktatásba is beviszik ezeket a tanárok. El is várják persze, hogy ezek működjenek, tehát tudják használni a hálózatot, tudjanak kapcsolódni, ne kelljen ezzel komolyabban a tanárnak foglalkoznia. Az előző rendszerünk nem tudott több hálózatot egyszerre üzemeltetni, hogyha valaki B-hálózathoz csatlakozott először, akkor mindenki más a B-hálózathoz kénytelen csatlakozni, aminek hát az adatátvitele már nem felel meg gyakorlatilag semmire. Az ÉSZ Telekommal volt egy működőképes jó kapcsolatunk, hiszen az internetszolgáltatást tőlük kaptuk. Amikor eldöntöttük, hogy váltunk a Wi-Fi területén is, akkor kvázi egyértelmű volt, hogy őket megkeressük. Körülbelül 2 évvel ezelőtt merült fel az igény részükről, hogy egy teljes iskolát lefedő Wi-Fi hálózatot valósítsunk meg. Az ÉSZ Telekomnál az a törekvésünk, hogy egy ilyen informatikai beruházást teljes életciklusában végig tudjunk követni. Az üzleti igények felmérésétől a tervezésen, a létesítésen keresztül az üzemeltetésig, és a később felmerülő problémák megoldásáig, újabb igények megvalósításáig. Azért választottuk a Cambium Networks-nek a termékeit, mert gyakorlatilag minden feladatra van megoldásuk, ugyanakkor a megbízhatósága, az üzemeltethetősége nagyon jó a rendszernek. Ugye ezeket a termékeket mi nem ismertük, nem találkoztunk vele, természetesen utána kutattuk, hogy mégis mit lehet erről tudni, és az is meggyőzött a kiválasztásban, hogy külföldi példákban, amerikai, illetve brit iskolákban láttunk erre mintákat, hogy a Cambium eszközeit használják, és elégedettek vele. De egyébként általánosan a cél az volt, hogy mind beltéren, mind kültéren biztosítva legyen a lefedettség. Összességében a területen 55 darab Cambium típusú berendezést helyeztünk el, teljes lefedettséget biztosítva. 2,4 és 5 GHz-es tartományokban üzemelnek a 802.11 BGN és AC szabvány szerint használhatók. A gimnázium szárnyon minden osztályteremben mondjuk úgy, hogy dedikált access pont van. Az elemiben sokkal kevesebb, ott gyakorlatilag 2 osztályteremként van egy. Lefedettségben bőven elég, és azt az eszközmennyiséget, ami ott megfordul, azt kiszolgálja. Kültéren alapvetően az igény az volt, hogy valamilyen alaplefedettség legyen. Ott is előfordul, hogy órát tartanak, panasz nem érkezett rá, tehát most gyakorlatilag az egész telken csak és kizárólag a Cambium eszközéi funkcionálnak. A rendszert a Cambium Networks CN Maestro rendszerén keresztül egy virtuális szerveren telepített eszközről menedzseljük. Csúcsterhelés mellett kb. 360 felhasználó használja a statisztikák szerint, és egy 60 megabites forgalmat generálnak. Az alapvető policy a Wi-Fi hálózatnál az az, hogy mindenki csatlakozhat,
ugye működik a guest hálózat, ahol a belső anyagokhoz nem férnek hozzá, de egy 1 megabites szűkített hálózatot elérnek. Működik egy külön diák hálózat, ahol már a belső anyagokhoz is elérnek, mert szükséges. Ott egy 5 megabites szűkítés van, illetve a tanárhálózat, ahol egy 10 megabites szűkítés van. Van még plusz egy a technikai eszközöknek, okos tévék, projektorok, vezérlése, illetve rendezvénytechnikai vetítéseknél, mondjuk az előadónak a laptopja adott esetben. Ezekre egy külön dedikált rejtett SSID van fenntartva, ez pedig ugye korlátozásmentesen működik. Azért szolgált örömünkre, hogy ezt a rendszert ránk bíznák, mert ténylegesen egy jövőbe mutató oktatási célú rendszert sikerült építeni egy nagyon jó együttműködés keretében. Alapvetően nekünk nagyon nagy könnyebbséget jelent ez a rendszer, ahogy az ACE Telecomtól kapjuk ezt a szolgáltatást. Ebből sokkal többet profitálunk, mint amit tulajdonképpen anyagilag itt meg lehetne számolni egy szerződésbe leírva.